Jó napot kívánok! Parancsoljon! Halló, halló, hallgat? Hallom Igen. önt, már Jó mindenki napot kívánok, hallja. Erzsébet vagyok. Igen. Hallgatom a műsort, és gondolkodom azon, hogy tulajdonképpen... Tessék! Szóval ez az a probléma, Nem, amire... én vagyok Erzsébet. Igen, ezt Halló! senki nem vitatta, hogy ön Erzsébet. Halló! Bizony. Erről én beszélt... vagyok az... Igen. Kérem, hallanak? Teljes mértékben halljuk. Erzsébet vagyok. Ha teljes mértékben halljuk Erzsébetet, aki nem más, csak Halló! ön. Halló, halló, azt mondanám önnek, hogy Halló! a telefonra tessék szíves figyelni. Ne a tévére. Tévét el kell némítani ilyenkor. Nem, hát kérem szépen, én azt mondták, hogy András után jövök Erzsébet. Igen, nagyon mókás tulajdonképpen, ebből majd szerintem egy TikTok videó kérem fog születni. Szépen, én Erzsébet vagyok, és András után jöttem volt. Nem volna, ön jött is. Ez a szép az egészben, hogy mi itt az ATV-nél megtartjuk. Ez egy másik Erzsébet. De nem. Én is Erzsébet vagyok. Nem, itt egy Erzsébettel beszélünk, én két Erzsébettel még életemben kérem, nem én beszélgettem. Én is Erzsébet vagyok, és berendelte, hogy én... Én egy másik Erzsébet vagyok, és engem hívnak. Kérem, Erzsébet vagyok, és... És én is Erzsébet, és András után mondták, hogy következem. Adásban van. Hát most akkor most melyikünket hívja? Kérem, én is Erzsébet, és András után következem. Kérem... Igen, de most saját magával én beszélget Erzsébet. Én is András után jöttem. Mondja már meg, hogy melyikünk az. És lehet, hogy ez Kandi kamera, de valójában... Erzsébezés András után következem. Kicsit korán keltem ma is. Igen, tehát önmagával beszélget Erzsébet, pedig velem is beszélgethetne, de még van egy perc. Tehát szerintem, ha elnémítaná a tévét, és csak a telefonra figyelne, akkor elhinné, hogy velem beszélget. Az én előbb... is Erzsébezés András után következem. Szerintem ez Kandi kamerával se lehetne jobban megszervezni, de elhiszem, hogy spontán. Már most szólok a kollégáimnak, hogy ebből egy TikTok videót szeretnék csinálni, népszerűsítendő a fórumot. Szóval nagyon nagy titkok nincsenek. Én elmondtam meg az összes kollégám, hogyha kérem, valaki adásba kerül... és András után következem. Már megtörtént. Ön van adásban, hát, élő adásban van. Ez képtelenség. Nem, ez nem képtelenség, ez a valóság. Ön van adásban, én elmondtam 10-szer, hogy a telefonra tessék szíves figyelni, a tévét ilyenkor el kell némítani. Mert ön a tévén egy fél perc múlva jó, hallja magát vissza. Minden. Nem hiába, ne tessék feladni. Képtelenség. Szóval én egy Erzsébettel beszélgetek, aki nem hiszi el, hogy jó, ő velem beszélget. Nem lehet ilyen módon beszélgetni, akkor fölösleges. Pedig lehet, rajtunk tényleg nem múlik. A kollégám elmondja önnek, most szerintem megszakítjuk a vonalat. A kollégám elmondja önnek akkor telefonon, hogy mi a megoldás, és ha gondolja, akkor a déli híradó után 12-22-kor tudunk beszélgetni.